Tucatnyi helyszínen több száz csapat és több ezer lelkes foci őrült. Ez az Erste bajnokság, a hazai kispályás labdarúgás néhány éve indult, de már is hagyománnyá nemesült és közkedvelt amatőr tornája. Népszerűségét a tekintélyes pénzdíjnak és a remek színvonalnak köszönheti. A hónapokig tartó selejtezők után a döntőben 700 ezer forintos fődíjért küzdő csapatok már tényleg az elitet képviselik. A bajnokság lebonyolítását a Ferencváros korábbi kitűnő hálóőre és jelenlegi kapusedzője Balogh Tamás segíti. Tavasszal is ősszel van ez a rendezvénysorozat. Ez most már a hetedik rendezvényünk, és azt kell mondjam, hogy a torna most már kinőtte magát, tehát megmozgatja az emberek fantáziáját, illetve a kispályás csapatoknak a fantáziáját, és mindenki szeretne ezen részt venni és elindulni. Rengeteg tervező jelentkezik, hogy az ő városukban nagyon szívesen csinálnak egy ilyen ezt is elejtezőt. Négy évvel ezelőtt megvizsgáltuk, hogy melyik az az amatőr sportág, amelyik a legnagyobb érdeklődésre tesz számot, és így döntöttünk a kispályás foci mellett, és emellé állt az Erste Bank. Nem bántuk meg, hiszen most már ez a hetedik alkalom, hogy ezt a kupát megrendezzük. Láttuk az útszélén, plakátokon, tévében láttunk spotot róla, illetve azért, hogy a kispályás labdarúgásban benne van egy kicsit, az úgy értesül kisebb bajnokságokon, kupákon, hogy van egy ilyen nagyobb torna, és hogy ezen mindenkinek érdemes megmérettetni magát, mert országok per pillanat, én azt gondolom, ez egyik első számú torna, ami van. Itt a döntőben ugye mivel 12 csapat indul, két hatos csoportban egyszer 15 perceket játszanak a csapatok, és gyakorlatilag a csoport első játsza a döntőt, a csoport második a harmadik helyért, tehát nincs keresztbejátszás. Ezzel is ugye próbáltuk ösztökélni a csapatokat, hogy a csoportban ott azért hiba nélkül kell megoldaniuk, hogyha meg akarják nyerni. Én azt gondolom, hogy ez a döntőbeli lebonyolítás ez így tökéletes, hiszen pörögnek a mérkőzések, ebben a nagy melegben azt kell, hogy mondjam, nagyon színvonalas meccseket játszanak, és hamar be is fejeződik, tehát gyakorlatilag egy olyan 6 óra alatt az egész torna lemegy. A presztízs és a díjazás igazán motiváló, így az Erste bajnokság vonzerejére jellemző, hogy akadt csapat, amelyik különböző felállásokban több helyszínen is jelentkezett a selejtezőkre. Elolvastuk a versenykírást és találtunk benne egy icipici kiskaput. Mi építjük hétköznapi bajnokságokkal, építünk egy fiatalabb csapatot, egy idősebbet, és gondoltunk megmérettetjük mind a kettőt. Hát igazából akadályokba ütköztünk, mert végül nem lehetünk itt két csapattal, mondván ugye, hogy nem házi döntőt szeretnének, amiben van igazából alap. Végül is a rendezők részéről született egy olyan kompromisszum, amit mi elfogadtunk, és azt gondolom, hogy barátilag megoldott ez a történet. Azt mondták, hogy kérnek valakit a sorsoláshoz, és én jelentkeztem, és mondták, hogy akkor menjek én. És hát az A csoport mindenki azt mondta, hogy rossz voltam, a B csoport mindenki azt mondta, hogy nagyon jól sorsoltam. Apukának a csapata a B csoportban versenyzett, tehát gondolom, hogy nagyon büszke volt rád. Igen. Azt mondta, hogy nagyon jól sorsoltam, és van esélyünk megnyerni. Az idei évben, aki nagypályás NB1-es játékos 2011-12-es szezonban játszott, az nem szerepelhet. A futszál és az NB2-es játékosok viszont igen. Törekedtünk arra, hogy azért a színvonal az megmaradjon, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy néz ki, hogy ez egy elég jó döntés volt a részünkről. Én Magyarországon a NB2-ben fociztam Vecsésen 4 évet, utána 22 évesen kiigazoltam Ausztriába, kint vagyok már 5-5 és fél éve, 3/4 osztályban játszottam kint végig, meg Magyarországon a Fradiba futszálozok még. Senki nem profi, abszolút mindenki amatőr és a játék szeretetéért, csak mi ezt a kispályás futballt szeretnénk országos szinten elsőként űzni. Legjobbak akarunk lenni. Folyamatosan itt is a meccseket nézzük, és hogyha van egy játékos, aki azt mondom, hogy beleillik a mi csapatképünkbe, akkor oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy lenne kedve néha lejönni, hétköznap lehívjuk, és hogyha ott rendszeresen jó teljesítmény nyújt, akkor a kisebb-nagyobb tornákra is bekerül a keretbe. Pakó néven alakult korábban ez a csapat, már több mint 20 éves. Most a két
mégis a csapatvezető a Kristóf Gábor és a Iszák Gábor, akik átvették ezt az egészet. Budapestről a legjobb csapatok azért eljönnek erre a döntőre, ugye nyilván a pénzdíj miatt. Hát ez szerintem most jelenleg az egyik legnagyobb torna az országban, ez az Erste kupa. A bombaerős A csoportban 4 olyan csapat is került, akiket esélyesként tartottak számon. Teljesítményével közülük is kiemelkedett az általában csak Matesz tímként emlegetett társaság, akik már a valójában angol nyelvű névválasztásukkal is azt akarták érzékeltetni, hogy ők a pályán társak és azon kívül is címborák. Nekünk az az erősségünk, hogy nagyon régóta együtt játszunk, mindenki ismer mindenkit, szeretünk együtt focizni, tehát mi elindulunk, az igazság, hogy mi elindulunk a nagy pénzdíjas tornákon, elindulunk olyan tornákon, ahol nincs pénzdíj, nekünk az a lényeg, hogy mi együtt focizunk, barátok vagyunk, szeretünk együtt játszani. Lejátszuk a tornát, megiszunk utána a sört, leülünk, beszélgetünk, nekünk ez bőven elég. Ez a fontos nekünk, nem feltétlenül mindig a pénzdíj. A zöldek nagyon magabiztosan kezdtek, simán hozták az egyik riválisuknak tartott zebrák elleni meccset is. Jelen pillanatban szokásos formánkat hozzuk az első meccsen, kicsit bealudtunk, és hát meg nem sikerül gólt lőni sajnos, ez már tendencia nálunk, hogy kapunk egyet, akkor nem nagyon tudjuk fordítani a mérkőzést. Talán az, hogy annyira nem vagyunk összeszokottak, mert nagyon sok csapatból, futszálcsapatból tevődik össze a jelen pillanatban ez a keret, ami most van itt. Valami mást kell megpróbálni játszani, egy fegyelmezett védekezésből kéne kontrázni, mert itt valaki talál egy gólt, akkor 15 perc alatt simán el lehet veszteni a meccset. Tulajdonképpen egy gól dönt. Aki azt azért megtalálja, az megnyeri a meccset. Mindenben javulni kell, hát ahhoz, hogy itt nyerjünk gólokat kell lőni, csak az dönt. Ebben a lebonyolítási rendszerben elég egyetlen botlás is, hiszen a döntőbe csak a csoport első kerülhet, a csoporton belül pedig a pontok után az egymás elleni eredmény számít. Ráadásul a rövid játékidő miatt a mérkőzéseken belül sem sok lehetőség volt a javításra. Mindjárt játszunk a Kohárikkal, szerintem egy fél óra múlva, az egy nagyon fontos meccs lesz, szerintem ott fog eldőlni, hogy kivégez az élen. Remélem sikerül. Hát szeretném megnyerni, hogyha már ilyen jól kezdtünk. Persze, nézzük a többiek meccset, de olyan régóta, meg olyan kicsi ez a futsal társadalomtól, hogy mindenki ismer mindenkit. Tudjuk, hogy Kikőcsömörön a selejtezőben is játszottunk velük, tehát ismer minden csapat, ismer mindenkit, tehát tudjuk, kik játszanak ott. Persze, nézzük a meccseiket, de úgyse ez dönt, hogy most mit feltérképezzük őket. Az dönt, ami pillanatnyi forma szerintem. Az egymást jól ismerő ellenfelek igazi kiki meccseket vívtak egymással. A Matesz és a Kohárik összecsapása a csoportok múltja és mutatott játék alapján valóban felért egy döntővel. Egyetlen gól esett, amivel nagyot léptek előre a zöldek a döntő felé. Akármennyire is baráti társaság a mag, azért a legjobb csapatok esetében feltűnő volt a szervezettség, a taktikusság, amire láthatóan tudatosan törekedtek is. Gyakorlatilag mi kicsit ezt a futszál stílust kezdtük el a kispályába, ez az egyérintős, rövid passzos játék. Nem arról szól, hogy mint jó focista vagyok, és akkor végig cselezem, mert szerintem az hosszú távon nem érvényesül. Abszolút egy ilyen rendszerben van egy kialakult játékrendszer, ami az új játékosoknak nem tudjuk elmondani, hanem bekerül és gyakorlatilag megtanulja, mint a baba a járást. Egyszerűen látja a mozgásokat, és minél többet kell csapatjáték a futball. Most igazából az a lényeg, hogy mi csapatjátékot szeretnénk játszani, passz, futok, és ebből eredményesnek lenni. Szervezőként ugye Balogh Tamás személyében egy zöld sas vette szárnyai alá a csapatokat, de a fővédnök sem akárki, az egykor szebb napokat látott Vasas legendája. Mészöly Kálmán szívesen anekdótázott a lelátón, de kedvenc csapata helyett most inkább a kispályás fociról beszélt. Rengeteg dolgot lehet megtanulni, tehát a fiataloknak is, a gyerekeknek is. Jobban kell kezdeni a labdát, kisebb a terület. Az idősebbek pedig, már abba hagyták, azok örömmel jönnek, mert kisebb a terület és jobban gazdaságosabbá tudják tenni a játékokat. Olyan lelkesedéssel, olyan szeretettel jönnek, hogy ezek az emberek ezek valóban szeretik a futballt. De ez annak a szerepének is kellene, hogy a kisgyerekek, akik itt játszadoznak, azok szeressék meg, és azok kezdik el ebből a futballból, mert ez egy ilyen alap lehetne. A sok alacsonyabb osztályban, vagy éppen futszálban jeleskedő játékos mellett egy nagy pályás, volt újpesti kedvenc is feltűnt. A válogatottban és a Bundesligában is sokszor szerephez jutó védőt az optimista szurkolók talán Chelsea mezben is elképzelték már, de valószínűleg nem így. Sajnos tavaly nyáron a profi labdarúgást abba kellett hagynom különböző sérülések miatt, és az utolsó 2-3 év fájdalma és szenvedése után úgy döntöttem, hogy leszámolok a profi futballal. Hazatértünk a kis családom a Magyarországra, pontosabban most még azért ingázunk Magyarország és Németország között, hiszen 9 évet nem lehet olyan egyszerűen lezárni.
de most már nekem a kispályás foci és a baráti foci maradt, csak a profi futballnak hátat folytottam. A játékos szerintem soha nem elégedett a pályafutásával. Magyarországról, innen a vörös alakról indulva, meg a kis dühöngökből indulva, eljutva a Németországig, ahol a Bundesliga-ban futballozhatom, én azt gondolom, hogy ez egy nagy siker. Én büszke vagyok erre, voltak azonban a karriernek olyan fordulópontjai, amikor egy kis szerencsével talán még komolyabb szinten is futballozhattam volna. Nagyon szeretek focizni, valahol nem akarom tudomásul venni, hogy ez a fájdalom ez legyűr engem, és mégis képes vagyok tablettákat, fájdalomcsillapítókat szedni azért, hogy akár egy ilyen rendezvényen részt vegyek. Nem tudok elszakadni a futballtól. Én 24 évig futballoztam, nem lehet ezt egyik pillanatra letenni és a futballcipőt szögre akasztani. Nem lehet tudomásul venni, hogy az embernek a teste előbb-utóbb csak azt mondja, vagy egyik testrésze, hogy nem dolgozik tovább, vagy nem akarja tovább csinálni. Úgyhogy én még húzom, ameddig bírok, ameddig sétálni bírok, addig igyekszem ilyen jó rendezvényeken részt venni. Magyarországon az 5+1-es kispályás futball tudja játszani 16 éves kortól 50 éves korig. Aki már levezet, vagy csak hobbiból focizott, a futszál azért más. A futszál egy dinamikusabb, futósabb játék, ezt szerintem ezeken az amatőr rendezvényeken nehéz megvalósítani, mert így kizárunk egy bizonyos réteget ebből a játékból. Itt a fiatal, dinamikus, nagypályán futballozó játékosok fognak érvényesülni, ott nem tud egy idősebb, jó fiatal csapatot nem tud megfogni. Szóval esélytelen, és ezáltal nincs kedvük indulni. Szóval azért, ha minden héten megvernek, nem indul. Az 5+1-ben viszont megvan az, hogy ott egy gyakorlatilag van egy söprű hátul, aki mindig fixen hátul marad, hogyha megnézzük a selejtezőbe az öregebb csapatokat, mindig egy fixen, és ott nem kell annyit futni, ezáltal ő is élvezi a játékot. Futszállal úgy kerültem kapcsolatba, hogy barátaim, egy baráti társaság hívott oda, hogy a nézszenesség csapatát erősítsem. Ez nem volt egy komoly gondot, hiszen mindenki tudja szerintem most már tévéből vagy sajtóból, hogy az én bokám volt az, amiért abba kellett hagynom a labdarúgás, és olyan az állapota, hogy nem alkalmas az aktív sportra, de mégis úgy döntöttem, hogy hiányzik az öltözőnek a hangulata, a focit körülvevő légkör. Ez volt az egyetlen olyan lehetőség, ahol mondjuk szinte edzés nélkül, vagy nagyon kevés edzéssel is egy csapatban tudok szerepelni, és tétmérkőzéseket tudok játszani hétről hétre. Nagyon örülök, hogy így döntöttem. Egy baráti kis csapatból odáig jutottunk, hogy osztályozott játszunk az emberi jól feljutásért. Mindent meg fogom megtenni, hogyha már ezért megdolgoztunk, akkor a siker kapuján átléphessünk, de nem leszünk elkeseredve akkor sem, hogyha első év után nem sikerül oda. Én azért értem a sikereket a kitartásommal, az akaratommal, a küzdőszellememmel, a futómennyiséget, a csupa olyan erénnyel, ami nem igazán a kispályás futballról szól, de mégis a kispályás futballnak is szüksége van olyan játékosokra, akik a védőmunkát ellátják és megszűrik az ellenfélnek a támadásait. Nem lehet 5 szupertechnikás, írástudó futballistával kiállni, hiszen akkor sokkal több gólt kell rúgni, mint amennyit kapnak. Próbáljuk így a lehető legkevesebb gólt kapni egy pár védőtársammal, próbáljuk szűrni az ellenfél támadásait. Eddig sajnos ez egy gólt kaptuk, de úgy ez az egy gól is megpecsételi a sorsunkat 3 mérkőzés után. És ha már sérülés. Sok szakember és klub kifejezetten tiltja a játékosainak az ilyen kiruccanásokat, tartva attól, hogy egy rossz mozdulat árát drágán kell megfizetnie a balesetet szenvedő labdarúgónak és csapatának. Nézzük, mit gondol erről Mészöly Kálmán, aki játékosként és szövetségi kapitányként is 61-szer segítette a válogatottat. Nem kéne félteni, mert akit fél, az mindig könnyebben sérül meg. Én, amikor edzősködtem és csapatnál voltam, csak tudni akartam mindenről. Edzők nem leszerelik természetesen, mert profi játékosok, de hát itt lehet olyan dolgokat, hogy mivel megtanulni, vagy ráragad olyan dolgokat, amit a nagypályán is tud alkalmazni. De nem kell több félteni. Van azért fontos, mert egyrészt az Erste Bank imidzsét tudja építeni, másrészt országos szinte rengeteg ember tud megmozgatni. Az idei tornára, itt a tavaszi bajnokságra több mint 200 csapat nevezett. Ugye ez minden csapatnál legalább 10 embert jelent, tehát ez legalább 2000 embert megmozgattunk. Ezen kívül a döntőben presztízsért és hatalmas pénzért küzdhetnek a csapatok. Nagyon pozitív élményeket tud adni sok embernek. Rengeteg visszatérő csapatunk van. Tehát ez egyre jobban beállított név ez a torna egész országban, tehát most már várják, keresik és jönnek a csapatok. Az előzetesben könnyebbnek tartott B csoport is áldász küzdelmeket hozott.
Végül a vereséggel indító és nevével ellentétben világos kék szerelésben játszó Barna tím jutott a 2012-es tavaszi Erste bajnokság döntőjébe. Barna tím az 10 éve alakult körülbelül, baráti körből. Most egy éve ezeket a srácokat fölkaroltam, ez egy fiatal brigád. Őket szoktatom össze, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. A nevelt fiamnak köszönhetem, hogy simán bejutottunk a döntőbe, mert ő húzta ki a sorsolást, hogy melyik csoportba kerüljön. Úgyhogy ez nagyon véletlen vagy szerencsés keze volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki. És tulajdonképpen simán jutottunk a döntőbe. Aki nagy tornákat, mint az Erste meg akarja nyerni, annak tudni kell a futszám mozgásokat. Az amatőr csapatok egy-egy meccset tudnak megverni a bunker futballal, visszaállnak és egy-egy kontrával el tudnak, mert mi nem fogunk visszaállni ellenük, hanem megyünk. Igazából rokon sporták, de én azt gondolom, hogy más. Tehát az tud érvényesülni Kispesten, aki tud futszálozni, viszont mégis más azért az 5+1, más labdával játszunk. Nincs taktikai, nincsenek edzők, nincs egy olyan ember minden csapatnál, aki megmutatja, hogy na most akkor felpassz, visszapassz, megyek vele. Itt egy kicsit ilyen ösztönös a játék. Ennek megfelelően a futszál rutinnal is rendelkező gyakorlott kispályás játékosokat felvonultató csapatok jutottak helyosztó meccsek közelébe. A B csoportból a Barna tím mögött csak rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradó Kistücsök nevű formáció szerzett jogot a bronzmeccsre. A 150 ezer forintot jelentő harmadik helyért a másik csoport másodikkal, a Kohárik csapatával mérkőzhettek. A szoros csoportmeccsekre és a mezőny erejére jellemző, hogy a Kohári gól nélküli döntetlent játszott a csoportban rosszabb gólkülönbséggel mögöttük végző Max Autóval, és 1-0-ás vereséget szenvedett a Matesztől, tehát két legnagyobb riválisa ellen csak egyetlen gólt kapott, de még ennyit sem tudott lőni. Így is itt lehettek a bronzmeccsen, ahol bepótolták a rugott és a kapott gólokat is. Összesen 4 találat esett egyenlő elosztásban. A 2x3 perces hosszabbítás nem hozott döntést, így a 6 méteresekre maradt, hogy a Kistücsök nagy tettet hajtson végre. Sorra lőtték a büntetőket, de sokáig senki sem hibázott. Aztán jött egy ötlet, és Kohárikék váratlanul a legalacsonyabb emberüket állították a kapuba. Talán ez zavarta meg annyira a rugót, hogy mellé tekert, így végül a Kistücsöknek húzták el a nótáját. 9-8 lett az izgalmas büntető párbaj eredménye, ahol újra kiderült, hogy mostanában Chelsea mezben érdemes ilyesmiben részt venni. Már csak a várva vár döntő volt hátra, a Matesz és a Barna tím között. Itt is két játékvezető működött közre, de vitás esetek így is előfordultak. Meg nem adott gól és kiállítás is sújtotta a döntő meccset majdnem elkönnyelműsködő zöldmezeseket. Ők azonban emberhátrányban is küzdöttek, és több taktikai variációt is kipróbáltak, hogy feltehessék az íre a pontot. A győztesnek 700 ezer, a vesztesnek pedig 300 ezer forint járt, így a presztízs mellett is kispályán szokatlanul nagy tétje volt az összecsapásnak. Ennek megfelelően parás hangulat uralkodott. Érvényes gól viszont a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született. Ez két dolgot jelentett. Egyrészt a Matesz kapuját egész nap senki sem tudta bevenni, másrészt az esélyesebbnek tekintett ellenfelével hősiesen küzdő Barna tím karnyújtásnyira került a torna győzelemhez. Ez a karnyújtás azonban a Matesz kapusának sikerült jobban. A végig jó formában játszó Fekete Róbert pedig értékesítette az utolsó büntetőt, így a 7. Erste bajnokság győztese a Matesz tím lett. Többször is cserélgetétek a taktikát, a felállást, volt, aki több poszton is játszott, ezt kidönti el és hogyan? Hát elvileg a csapatvezetőnk, mert ő kívül az a jobban játszik, de nálunk azért a csapatnak a magja már 6-8-10 év együtt focizunk, mi tudjuk mindenkinek a gyengét, erősségét. Megnézzük, hogy melyik csapat ellen mi az, ami sanszos lehet. A Barna tímmel már évek óta játszunk, azért 90%-ban mi szoktunk nyeregetni meccseket általában simán. Most egy kicsit megültünk a végére döntő előtt. Sok volt ez a 50 perc ücsörgés, vagy egy fél óra ücsörgés. Nem úgy mentek a fiúk, ez jött, de legalább nyertünk. Ez a torna mit jelent a presztízs szempontjából? Hát, hogy azért itt vagyunk, még mocorgunk. Van egy-két idősebb, rutinosabb játékos, építik be folyamatosan a gyorslábú fiatalokat. Még akármi is lehet, számolni kell velünk. Olyan játékosok játszottak ellenünk, akik nálam is játszottak már nagyon sokszor. Tényleg baráti kör, az ellenfél is. Ez az életünk. Minden hétvégén focizzunk, összeszedjük a jobbnál jobb játékosokat, és nyerünk, és nyerünk. Mindig veszíteni senki nem szeret. Mindenki nyerni akar.
Volt itt a döntőben is több kényes szituáció, kiállítás, meg nem adott gól, utána a büntető párbaj során is. Hogy emlékszik ezekre? Hát én a kiállítás tisztán beforgatta az embert, gólhelyzetbe ment volna kapura, én azért döntöttünk a kiállítás mellett a kollégával, mert gólhelyzetben lévő játékos volt. A meg nem adott gólnál én faltot láttam a szembeni oldalról, azt én vállalom azt a döntésemet, a kollega szerintem le volt takarva, nem látta. Én meg tisztán, nekem előttem nem állt senki, én tisztán láttam és egyből fújtam gól előtt. Hát a büntetőnél, megmondom őszintén, nem álltam volna, én nem éreztem, hogy kilepett a kapus, lehet, ezt a felvétel biztos bizonyítani fogja. Lehet, hogy hibáztunk, akkor döntenem kellett, így felvállalom a döntésemet. Volt itt egy gól, amit nem adtak meg, azt hogyan láttad? Hát én másképp láttam, meg az egész csapat másképp látta, mint a két játékvezető. Szerintem szabályos gólt lőttünk, a játékvezetők úgy gondolták, hogy nem, ezért nem adták meg, most már mindegy. Örülök, hogy sikerült azért nyernünk büntetőkkel. Keresztnevén szólítva küldtétek el a játékvezetőket melegebb éghajlatra, ez miért van? Ez azért van, mert olyan kicsi ez a ez a kispályás futballtársadalom, hogy mindenki ismer mindenkit, és általában ugyanazok a bírók mennek minden ilyen nagyobb, meg kisebb tornákra. Tehát úgy, ahogy ők is sokszor keresztnevünkön szólítanak, úgy mi is úgy szoktuk meg. Hát a meccs hevébe azért nem mindig figyelünk arra, hogy tisztelettel beszélünk a játékvezetőkkel valószínűleg. Bár a legnagyobb csapatok egymásnak nem sok gólt engedtek, a Kohárik támadója így is 7-szer volt eredményes, ami gólkirályi címet jelentett. Hát a csapatjátéknak köszönhetően jó passzokat kaptam, és ezáltal tudtam ennyi gólt lőni. Melyik volt a legemlékezetesebb? Hű, hát ez jó kérdés. Hát fogalma nincs. Mindegyik nekem ugyanolyan. Mindegyik. Föl tudnád ilyenkor még idézni? Nem tudnám. Hát bepasszok, keresztpasszok, már majdnem a üres kapuba. Lőttem egy párat, nem tudom. Ezért a jó csapatjáték. Jó passzokat kapok, akkor onnan már könnyű. Nekem már nincs olyan nehéz dolgom. Mennyire vagy önmagaddal és a csapattal elégedett? Igazából elégedett vagyok a csapattal és önmagammal is. Hát sajnos csalódottak vagyunk, de hát úgy gondolom, hogy aki most megnyerte a tornát, ők megérdemelték. Elcserélnéd a gólkirályi címet a torna győzelemért? Bármikor. Mit éreztél, amikor odaálltál a mindent eldöntő büntetőhöz? Be kell rúgnom, ennyit. Tehát olyan nincs, hogy kiadjam. Tudtad előre, hogy hova fogod lőni? Nem, az igazság, hogy elég lassan futottam neki, vártam, hogy a kapus esetleg elmozdul, vagy valami. Nem mozdult el, azért rúgtam középre, mert nem tudom. Akkor éppen úgy döntöttem, hogy nem rúgom ki a szélre, ne legyen rizikó. Bejött. Életedben nem lesz még ilyen szoros emberfogás. Én itt a 11-eseknél át teljesen le merevettem és vártam, és nagyon pesgett a levegő, melyik csapat fogja megnyerni a kupát. Szeretnénk ezt ugyanígy folytatni, és minél több csapatnak teret adni erre a játékra. Úgyhogy bővíteni szeretnénk, hogy meglátjuk, hogy lehet, hogy a fiatalabb korosztály felé, illetve a hölgyek felé is majd a későbbiekben.